Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A mai adás rendhagyó lesz, hiszen ezúttal nem én fogok horgászni, hanem Siket Máté teszthorgászunk fogja megosztani velünk a Ráckevei-Soroksári Dunaágon szerzett tapasztalatai. Közösségi oldalak világából már biztosan sokan ismeritek Mátét, hiszen minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a tavalyi év az RSD-n róla szólt. Egy év leforgása alatt sikerült 45 darab rekordistás pontot fognia, ezzel az örökranglista élére ugrott. Gondoljatok csak bele, hogy mekkora dolog ez, hiszen más évek alatt jut el 10-20 darab rekordlistás pontig, ő meg egyszer csak jött, és egy év alatt majdnem dupla annyi halat fogott, mint az addigi első. Mielőtt kitérnénk arra, hogy ezek a fantasztikus fogások minek köszönhetőek, kérlek mesélj egy kicsit magadról, mióta horgászol. Sziasztok, Siket Máté vagyok, 20 éve horgászom. Másfél éve vagyok a Fédermánia csapat tagja. 6 éves korom óta pecázom, elsőként a nagypapám vitt le a vízpartra, és ő mutatta meg a horgászat fortéjait. Kedvencem a féder technika, és az elmúlt 20 évben ezzel horgáztam a legtöbbet. Ezekben az években hatalmas szó volt, ha sikerült fognunk egy 5 kg feletti pontyot. El se tudtuk képzelni, hogy hogy néz ki egy 15 pluszos pontja ebből a vízből. Az áttörés 2021 őszén következett be, amikor rátaláltam Krisztiánnak az egyik videójára, ahol bemutatta, hogy kell nagy pontyokra horgászni féderbottal. Mivel Krisztián kihangsúlyozta, hogy mennyit számít a hidegfront, ezért én is megvártam a következőt, és kimentem a vízpartra. Az első horgászatom minden képzeletemet felülmúlta. Sikerült fognom egy 18 kg feletti pontyot. Ez volt az első hitelesített pontjom a Kis-Dunából. Alig vártam a következő hidegfrontot, ahol egy elképesztő horgászatban volt részem. Sok 10 pluszos pont mellett sikerült fognom egy 26 kg-os pontjot is. Ennek a csodálatos halnak a hitelesítése során kiderült, hogy én fogtam meg először, mivel még nem volt benne chip. Ezeknek a hihetetlen élményeknek a hatására egyre jobban megfogalmazódott bennem, hogy a 2022-es szezonban szeretnék minél több időt szentelni a nagypont horgászatra. Rengetegen kérdezitek, hogy hogyan is lehet valaki Fédermánia teszthorgász. Máténál ez egy különleges módon történt, ugyanis megkeresett engem azzal, hogy a kedvenc etetőanyaga a Monkey és az Extreme Fish, egész évben ezeket használja az RSD-n, ugye köszönhetően a két szép nagypont fogásának, és hogyha az egész évi mennyiséget megvásárolja egybe, akkor adok esetleg neki egy kis kedvezményt. Ekkor ő még nem tudta, de én már felfigyeltem rá, hiszen a Fédermánia és Venom Facebook csoportunkba nagyon sokat posztolt szép halakat. Tulajdonképpen megelőzött, mert én is meg akartam keresni őt, a kedvezmény helyett azonban felajánlottam neki egy teszthorgászati lehetőséget, amit ő nagy örömmel el is fogadott. Mátéban minden megvolt, ami számomra fontos egy teszthorgászban. Láttam, hogy szereti a termékeinket, a posztok alapján sokat horgászott velük. Rengeteg halat fogott, ráadásul nagyokat is, és ezeket szép, igényes fotókon közölte. 2022 tavaszán Krisztiánnal közösen horgásztunk a Tasi 5-6-os Dunán. Ő boilis módszerrel, én pedig féderes technikával horgáztam. Egyértelmű, hogy a boilis módszerrel Krisztián sokkal több-nagyobb halat fogott, ezért kértem tőle pár szám BCM plusz boilit. Ahogy felraktam a Krisztiántól kapott boilikat, pár órán belül dupla kapásom lett. Sikerült két darab 10 kg feletti pontot fognom a Nagy Dunából. Ezek után Krisztiánnak nem kellett sokat győzködnie arról, hogy próbáljam ki a boilis módszert az RSD-n. Egy olyan taktikát javasolt nekem, amit az elején nagyon furcsáltam. Ha más mondja ezt nekem, biztos, hogy ki se próbálom. De beszéljen erről bővebben ő. Azt mondtam Máténak, hogy teljesen szembe fogunk menni azzal, amit a helyi horgászok csinálnak, nem fogunk kialakítani etetéseket, hanem kereső horgászattal fogjuk megfogni a nagypontyokat. Nem fogunk horgászni bújákra, etetésekre, sőt még azok környékére sem. Nem fogunk horgászni kemény talajra, mert ott már sok rossz tapasztalatot szereztek a pontyok. Se kagylópadokra, se kifürdött részekre. Etetőhajós horgászatnál mindig máshova fogjuk lerakni a csalit, nem fogjuk egymás után kétszer ugyanoda rakni, ráadásul nem csak a horgászat helyét, hanem a helyszínét is, magát a stéget is sűrűn fogjuk váltogatni. A horgászat megkezdése előtt dobócsővel nagy területen egy marék bojlit szét fogunk szórni szellősen, hogy mielőtt odaér a horgunkhoz a ponty, egy-két szem bojlival találkozzon,
Az etetőhajóba pedig mindössze az egy szem fekvő csali mellé 2-3 szem, maximum 4-5 szem bojlit fogunk rakni. Na, ezeket a tanácsokat kellett megfogadnom, miközben a környezetemben lévő horgászok egytől eddig egy fix etetett helyet horgáztak. De kipróbáltam, és az első bojlizásom alatt, behúzást követően már 30 perc alatt sikerült egy 16 kg-os pontyot fognom, amit nem sokkal később egy 18 kg feletti társa követett. Ezt követően pár kilométerrel lejjebb mentem a saját stégemhez, ahol szintén az volt a cél, hogy rekordlistás pontot fogjak. Hozzáteszem, ez 20 év alatt egyszer sem sikerült. Itt is alkalmaztam a taktikát, a hidegfrontokhoz kötöttem a horgászataimat, és legnagyobb meglepetésemre szinte minden horgászatom alatt sikerült 15 kg feletti pontot fognom. A nyári sikereim után ősszel is folytattam ezt a fajta horgászatot. Viszont nem a saját stégemen, hanem tőle körülbelül 2-3 kilométerrel feljebb, Dömsöd középső szakaszán kergettem a halakat. Ezen a helyen a több 20 kg feletti pontyom mellett sikerült megfognom ugyanazt a 26 kg feletti pontyot, amit előző évben féder technikával. Érdekesség, hogy mindkét alkalommal BCM bojlival sikerült megfognom ezt a halat. Első alkalommal egy 10 mm-es pop-uppal, másodszorra meg egy 20 mm-es süllyedő bojlival. És hogy mitől is működik ennyire a BCM plusz bojli? Három fajta rákos összetevőt tartalmaz nagy mennyiségben, amelyekből kiáradó attraktorokat természetes táplálékként azonosítják a pontyok. De pontosan ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan horgászunk vele, például magos etetésen ne használjuk, mert ott ugyanúgy beetetett táplálékként fogja azonosítani a ponty, és akkor a lényegét veszíti el ez a csali. Fontos, hogy olyan helyen horgásszunk vele, ahol a ponty egyébként is a természetes táplálékát keresi, például iszapos szúnyoglárvás helyeken vagy vándorkagylós részeken. Ezeken a helyeken, ha a nagy pontyok találkoznak a BCM plusz bojlival, akkor, amint azt már korábban mondtam, természetes táplálékként fogják azonosítani, és biztosan meg fogják enni. Jól látszódik, hogy amióta megjelent ez a csali, az RSD-n robbanásszerűen megnőtt a kifogott rekordlistás pontyok száma. Nagyon sok köszönőlevelet kap Máté is és én is a horgászoktól, illetve gyönyörű fotókat a szebbnél szebb pontyokról, amiket BCM plusz bojlival sikerült fogni. Ezeknek a horgászoknak egy jó része, vagy éppen Mátétól kér tanácsot, vagy az én filmemből hasznosította az ott látottakat. Sokan az első 20 kg feletti pontjukat köszönték meg nekünk, de például olyan is volt, aki külföldről jött haza 2 napra, és mindjárt az első 3 20 kg feletti pontját sikerült megfognia. Ezekből a beszámolókból is jól látszódik, hogy akik helyesen használják ezt a csalit, azok nagyon jó eredményt tudnak elérni vele. Thank you.
szeretnék pár szót ejteni az általam használt felszerelésről. Az orsó egy 14000-es gyorsfékes, rajta egy 0,35-ös monofildamillal, maga a bot egy 366 cm-es, 2,75 libras boilis bot. A felszerelésem alapja egy 18 libras lágy horogelőke, ami nagyon fontos, hogy legalább 30-40 cm legyen, így az iszapból ki fog látszódni a csali. Horognak minden esetben egy 4-es Wide Gape X-et használtam. Fontos az X-es széria, mert az itteni halaknak nagyon erős a szájuk a kajlók miatt, ez tökéletesen akad és tartja is a halat. Az ólom 142 g-os, úgy gondolom, hogy ez a maximális súly, ami még az iszapban nem merül le teljesen. A végszerelék megkötése nagyon egyszerű. Elsőként egy kis hurkot kötök a végére. Felesleget levágom. Ezután következik a boily felfűzése. Ez azért fontos, mert így tudom belőni majd a boily és a horog közti távolságot. Ezt egy egyszerű stopperrel megütköztetem. Következő lépés. Egy lágy szilikoncsőből vágok két kicsit, felfűzöm a lágy előkére. Egyelőre így néz ki. Fönt van a boily és a két szilikoncső. Most jön a horog. Alulról felfűzöm, és a kettő darab szilikon ráfűzöm a horogra. Így tökéletesen be tudom állítani a horog és a boily közti távolságot, és a két szilikoncső segítségével tökéletes pozícióba tudom rakni. Nagyon fontos, hogy a felső szilikon a horog öblének az aljánál álljon, és így tudom tökéletesen kimérni a horog és a boily közti távolságot. Ennél nagyobbra nem is szoktam húzni. Megkötöm a horgot, és egy horogbefordítót teszek rá. És mivel hosszú lágy előkét használok, ezért mindenképp teszek a végére egy gumiharangot a gubancolódás elkerülése miatt. És végezetül egy hurkot kötök a végére, és el is készült a végszerelékem. Ha vadvízre megyek, akkor mindig kétféle boilit viszek magammal. Az egyik természetesen a BCM+, a másik pedig a Four Seasons boily. A Four Seasons ugyanazokat a rákos összetevőket tartalmazza, és ugyanolyan nagy mennyiségben, mint a BCM+, jellegében mégis egy merőben más boily. Ebből a csaliból is kiérződnek a pontyok számára a természetes táplálékukra hasonlító természetes attraktorok, de a rákos összetevők mellett egy krémes édes aroma teszi teljessé. Ha fogás tekintetében össze kell hasonlítanom a BCM plusszal, akkor ezzel mindenképpen több pontyot lehet fogni, talán egy kicsit kisebb átlagsúllyal, bár erről Máté mesélhetne, hiszen tavaly rábeszéltem, hogy használja a jól bevált BCM plusz helyett ezt, és meg is lett az eredménye. Egy számomra ismeretlen helyen, a ráckevei Somlyó-szigeten próbáltam ki először a Four Seasons boilit, és akármennyire hihetetlenül hangzik, első éjszaka sikerült fognom vele az évi legnagyobb pontyomat, egy 28,5 kg-os tőpontyot. Egyébként ez az év addigi legnagyobb pontja volt, mindaddig, amíg Krisztián 3 napra rá nem fogott egy majd 30 kg-os pontyot. Én mondanám, hogy van a súly. Jó, úgyis jó. Csak benne legyen. Jó, ebben nincsen csíp, gratulálok. 88 cm a hossza. Életem hal a kezemben. Egy 29 pluszos RSD-s tőves. Egy nagy pocakos tőves.
Gratulálok! Azt a mindenit! Még egyszer! Azt a mindenit! Télen visszatértem a dömsödi szakaszra, ahol a jó sorozatom folytatódott tovább. Kapás. Második hal ez a 15 feletti sötét lakponcs. Nagyon jó pac. Tavasszal ismételten egy új helyszínt kerestem magamnak, ami már szinte a makádi parkerdőnél volt. Itt sikerült megfognom az eddigi legnagyobb pontyomat, egy 29,2 kg-os tövest. Megint sikerült egy brutál halat fognom az RSD-ből. Kijöttem egy éjszakai pecára, öreg RSD-s pont jött, brutál öreg hal. Csari a szokásos 20 mm-es BCM plusz. Úgy gondoltam, hogy ezt a halat már nem fogom tudni überelni, de rá 2-3 napra sikerült fognom egy vörösösen pigmentáló, fekete szemű 24 kg-os pontyot. Számomra ez a hal értékesebb volt, mint a legnagyobb pontyom. Piros halat nem fogtam. Először azt hittem akadót fogott, aztán rájöttem, hogy a hal súlya. Várjuk a halőröket. Szokásos BCM plusz. Ennyi. Ez a rengeteg rekordhalhoz nem csak a minőségi bojlira és a tökéletes stratégiára volt szükség, hanem nagyfokú elhivatottságra is, ami Máténak megvan. Sötétben pecázott, nappal pedig dolgozott, és ezt ne úgy képzeljétek el, hogy a fűtött házban aludt, hanem a megbeszéltek szerint folyamatosan váltogatta a helyet, és vagy a kocsiban, vagy pedig sátorban aludt. Azt gondolom, hogy aki ma velünk tartott és a jövőben hasznosítja a filmben látottakat, az jó eséllyel pályázhat majd az RSD-n rekordlistás pontjokra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!